Benépesült a városi jégpálya, gyerekek hallgatták Hári János és Kis Andrea előadását. A két válogatott játékos a Gyere Hokizni program keretében érkezett Nyíregyházára, és saját pályafutásukról meséltek. A fő cél a sportág népszerűsítése volt. Hári János külföldön is kipróbálta magát, közel állt ahhoz, hogy NHL csapat draftolja. A család először meglepődött a sportág választáson. Nekem nagyon a hoki lett igaziból csak kipróbálva, mert ez nagyon egyből megfogott. Apukám az focizott, szóval neki a foci volt szerintem inkább az álma. Ugye a öcsémet próbálta utána jobban focira irányítani, de hát ő meg ugye azt szeretne csinálni, amit a nagyobb testvére, szóval ezáltal lett ő is jégkorongos. Kis Andrea bár már befejezte aktív pályafutását, szintén sokat kapott a sportágtól. Ma már nem olyan meglepő, ha egy kislánya jégkorongot választja. A fiatal játékos most edzőként dolgozik. Amikor mi elkezdtük, akkor elég kevés lány játszott, és elég ritkaság volt, hogy a fiúk között ugye lányok vannak, de ahogy jöttek az eredmények, azt vettük észre, hogy egyre több lány kezdett el jégkorongozni, és ahogy bővül minden fele itt Magyarországon a jégkorong, meg a jégpályák, úgy tényleg egyre több a lány jégkorongos is. A gyerekek játékos formában egy tréningen is részt vehettek, Csúszka, a nemzeti csapat kabala figurája is együtt korcsolyázott velük. Nyíregyházan is egyre népszerűbb a sportág, és jó eredményeket érnek el a fiatalok.